Köszöntöm Önöket az Együtt magazinban. December 21-e különleges nap. 800 év után először újra látható a betlehemi csillag. Hogy ez mit is jelent pontosan, megtudhatják a következő összeállításunkban. Előjáróban azért annyit elárulok, hogy egy új korszak küszöbén állunk. 800 év után először újra látható lesz a betlehemi csillag. December 21-én olyan közel lesz egymáshoz a Jupiter és a Szaturnusz, mint Jézus születésénél. A betlehemi csillagot a csillagászok jelen álláspontja szerint valójában két bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása hozta létre. A naprendszer két legnagyobb bolygója, a Jupiter és a Szaturnusz 800 éve nem volt ilyen közel egymáshoz, mint most karácsonykor lesz. A két gázóriás fokozatosan egyre közelebb kerül egymáshoz a téli égbolton, még végül szabad szemmel szinte egy csillagnak tűnnek majd. A jelenség hazánkban egészen alacsonyan a horizont felett figyelhető majd meg napnyugta után délnyugati irányban. Hudoba György fizikus elmondta, 6 évperc távolságra lesznek egymástól a bolygók. A szemünk felbontó képessége az a legkisebb, legfinomabb részlet az olyan 1 évperc körül van, egy jó szemű ember esetében. Tehát ez nagyon közel van, ez a 6 évperc, hogy éppen, hogy majdnem, hogy összemosódik a kettő. A helyzetet rontja az, hogy a Jupiter azért jóval fényesebb, mint a Szaturnusz. Tehát könnyen lehet, hogy egynek fogjuk látni a két bolygót. Egy olyan átlépést fog tenni az égbolton, hogy egy jegyváltás fog létrejönni, konkrétan a vízöntő jegybe fog lépni. Nem csak a csillagászok, az asztrológusok is nagy jelentőséget tulajdonítanak a jelenségnek. Erről Takács Gyöngyi asztrológus beszélt a Fehérvár TV stúdiójában. Akkor volt ilyen csillagállás, amikor a megváltó megérkezett a Földre, de akkor a halak jegyében, tehát pontosan egy más minőség volt, és most a vízöntő jegyében, de az 100% és 1000%, és remélem, hogy beszélünk majd erről egy év múlva is, hogy egy korszakváltás történik. Tehát itt és most, az évünk végén megindul már a korszakváltás, az új emberiségnek a megszületése. Mit értünk ezen? A vízöntő jegyből adódóan megszületik egy ilyen humánusabb, egy ilyen testvériség, egy ilyen együtt, egymásért című energia, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan várunk már. Tehát valamiféle uralmi rendszernek a megborulása következik be az egész világot tekintve. Ezt úgy kell értenünk, hogy elképesztő volt most már az a fajta elmozdulás ugye mindenféle tekintetben, tehát az anyagi témában, a népsűrűségben, egy csomó olyan dologban, aminek most ki kell egyenlítődnie, és egész egyszerűen ez fog történni. Most szó szerint mondom, ezt tényleg éljük, én a környezetemben is látom, hogy elkezdtük azt csinálni, hogy ami a másiknak nincs, és nekünk van, és túl sok, és nincs vele gondunk, egy zsákruha, két zsákruha, őneki nincs kabátja, vigye el. Amiben én tudok segíteni, odaadom. Amiben ő tud segíteni, nem biztos, az anyagi téma. Lehet, hogy egy jó ötlet, lehet, hogy meghallgat. Tehát valami energiaáramlás fog történni az emberek között. Rájövünk, hogy nem fog menni, csak együtt. Szakképzőiskolákat bemutató sorozatunkban ezúttal a Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképzőiskolát ismerhetik meg közelebbről. A Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola évtizedek óta magas színvonalú szakember képzésével biztosítja Székesfehérvár és a környező települések fejlődését. Az intézmény nem csak a helyi, de a regionális igényeket is rugalmasan kiszolgálja. Elsősorban építőipari, épületgépészet, valamint fa- és bútoripari ágazatban oktatnak szakmákat. Van egy technikumi képzés, ami 5 éves képzés, ebben 2 szakmát oktatunk, a faipari technikus, illetve az épületgépész technikus szakmát, és van a szakképzőiskolánk, ami 3 éves képzést jelent, ebben kimondottan szakmai képzés van, 6 alapszakmában az ács, burkoló, köműves, festőmázoló, tapétázó, ez a 4 az építőipari ágazatba tartozik. Van egy szakmánk, ami a fa- és bútoripari ágazatba tartozik, az asztalos, illetve az épületgépészeti ágazatba, központi fűtés és gázhálózat rendszerű szakma tartozik ide. Aki szeretne dolgozni az életben is,
illetve jó szakmát tanulni, annak mindenkinek tudom javasolni a szakmákat. Ha megnézzük most jelen pillanatban a munkaerőpiaci keresletet, akkor bármelyik szakmába tele vannak a hirdetésekkel az újságok, az internetes felületek, keresik a jó szakembereket. Mi azon dolgozunk kollégáimmal, hogy megfelelő tudást tudjunk adni az érkező tanulóknak, illetve olyan képzőhelyeken, duális partnereknél gyakorolhassák a szakmát, ahol megfelelően fel tudnak készülni a való életre. Jelen helyzetben az új szakképzési törvény szerint arra is van lehetőség, amennyiben a képzőhely duális partner vállalja, akkor akár a szakmai képzés teljes egészét, az elméletet és a gyakorlatot is tanulhatják kint egy cégnél. Igazából ez egy remek dolog, én azt gondolom, mert akkor maga a cég úgy tudja ki tanítatni, illetve kitanítani a jövő emberét, aki magának már megfelelő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik azzal, hogy megfelelően el tudja kezdeni a munka viszonyát majd ennél a cégnél. Mert a legtöbb duális partnernél az az elv, hogy azért vállalkoznak tanulóképzéssel, hogy a munkaerőpiaci hiányukat ővelük tudják utólagosan pótolni. Stábunk egy fehérvári építkezésen járt, ahol a kőműves csapat vezetőjével is találkoztunk. József szintén a Vörösmartiban szerezte meg szakmáját, most homlokzati hőszigetelési munkát végez társaival, aki egyébként maga is biztosítana gyakorlati helyet a diákoknak. 2008-tól 2012-ig és kőműves szakon végeztem. Akkor még másképp gondoltuk, hogy milyen is az iskola, most utólag már úgy gondolom, hogy jó képzést kaptunk, főleg a külső gyakorlati hely miatt, gondolom ezt. Hát összességében én elégedett vagyok azzal, hogy oda jártam, mert jelenleg is ebben a szakmában dolgozom. Azok, akik most böngészik a felvételi tájékoztatókat, jó, ha tudják, hogy a Vörösmartiban nincs központi felvételi. A 7. félévi és 8. félévi jegyek átlagából alakul ki egy rangsor, ezt minden évben a jelentkezői létszám arányában húzzák meg. Egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton viszont át kell esniük a jelentkezőknek. A technikumban 32, a szakképzőben 24 fős osztályok indulnak. És most nézzük meg a Vajda János Technikum képzési kínálatát. Bicskén jártunk. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bicskei Vajda János Technikumának igazgatója, Botlik Zoltán beszélt arról, hogy miért érdemes ebbe az iskolába járni. Részben szakmai szempontból azt gondolom, hogy olyan minőséget képvisel az intézmény, ami fontos. Másrészt pedig emberi szempontból is azt gondolom, hogy a családok számára egy nagyon jó választás, mert nem arról van szó, hogy 30 fős osztály létszámokba zsúfolj be a fiatalokat, hanem 20 az a létszám, amivel szoktunk dolgozni, és mindenki oda lehet figyelni, tehát hogyha szükség van rá, akkor tudunk mellé állni. Azért azt hozzá kell tennem, hogy manapság egyre több olyan fiatal van, aki igényli azt a plusz törődést, odafigyelést, amit esetleg otthon nem kap meg, és ez egy fontos kérdés, egy fontos szempont a mi iskolánk vonatkozásában. Ami másik kérdés, hogy mi az, ami még az iskola mellett szól. Ugye az 50-es években alapították ezt az intézményt, akkor még gimnáziumként. És rögtön az volt a szándék, hogy valamiféle elit intézmény legyen, tehát olyan minőséget képviseljen, amit ki lehet vinni napra, és azt lehet mondani, hogy igen, erre büszké lehet tekinteni. És mind a mai napig azt kell, hogy mondjam, hogy akár a versenyeredményeink és egyéb szempontból is olyan munkát tudunk végezni a diákokkal, akikben azért zömmel megvan ehhez a hajlandóság, ami szerintem egy fontos pont akkor, amikor meg kell ítélni egy iskolát, hogy beírassam a gyerekemet oda, vagy sem. Az egyes szakmák oktatói a versenyszférából jöttek, ennél fogva hitelesen tudják bemutatni mindazt, ami szükséges a szakmák elsajátításához. Maguk a képzések is a piachoz igazodnak. Nekünk arra kell figyelni, hogy a környéknek, a munkaerőpiacnak milyen igényei vannak, és erre kell reagálni. Azt kell, hogy mondjam, minden egyes ágazat, minden egyes szakma olyan, amit úgy választottunk ki, hogy mire van szükség, mire lehet szükség, hol lehet könnyen elhelyezkedni, mert az egésznek a lényege vagy célja, hogy valaki, aki elvégez 5 évet vagy 3 évet egy adott képzési struktúrában, mondjuk technikumban vagy szakképzőiskolában, utána el tudjon helyezkedni, és a munkájával fent tudja magát tartani, későbbiekben pedig a saját családját is. Lássuk a részleteket, azaz, hogy milyen képzések állnak egészen pontosan rendelkezésre a Vajda János Technikumban. Van egy informatika, egy távközlés ágazat, itt informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusokat képzünk. Van a kereskedelmi ágazatom, amit meg kell említenem,
itt kereskedő és webáruházi technikus, akit képzünk, illetve a szakképző iskolában, ahol csak szakmát tanítunk és érettségoktatás nincsen, arra nem készítünk fel a 3 év alatt, ott kereskedelmi értékesítőket tanítunk, más néven vagy régebbi nevén eladókat. Van még olyan ágazatunk is, ami rendészet és közszolgálat, itt közszolgálati technikusokat képzünk, és az esti oktatásban pedig hát logisztikai technikusokat oktatunk. Egyes képzések már önmagukban elegendőek a munkavállaláshoz, de van, ahol szükséges a továbbtanulás. Botlik Zoltán az élethosszig tartó tanulás híve. El lehet helyezkedni egyébként már azzal a szakmai érettségivel is, amit megkapnak a diákok mondjuk egy-egy technikumban, de mindig van lehetőség továbbtanulásra, és azt gondolom, hogy érdemes is ezt a lehetőséget kiaknázni, mert alapvetően most már az egész világon, de nálunk is úgy épül fel a struktúra, hogy van egy ilyen élethosszig tartó tanulási fázis, amit el lehet kezdeni akár már az iskola után is közvetlenül. De hogyha valaki szeretne rendőr lenni, akkor neki mindenféleképpen az 5 év után egy olyan képzésre kell elmennie, ahol azokat a hiányzó ismereteket és kompetenciákat meg tudja szerezni, amivel ő beléphet a rendőrségnek a kötelékébe. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha minél többen vállalnák a tovább lépésnek, a tovább tanulásnak is a feladatát, vagy akár a terhét, mert megéri. Nyilván azért, mert képzettebb munkavállalók lesznek, ami nekik is egy önbecsülésük szempontjából egy fontos dolog, de anyagilag is jobban fognak járni, ha többet tudnak letenni az asztalra fiatal munkavállalóként. Szeptember 1-től nagyobb lett a szerepe a duális képzésnek, ami nagyon fontos a szakmát adó technikumok életében. Már 9. osztálytól kezdve havi ösztöndíjjal ösztönzik a diákokat a gyakorlat vállalására, illetve az ágazati alapvizsga után akár 15-16 évesen munkabért is kaphatnak. Az iskola jelenleg 2 diákot gyakorlatoztat a szomszédos drogéria üzletben. Csendes Virág úgy érzi, a lehető legjobb helyre került. Ha érdeklődő voltam, ők mindig mondták, pedig lehet, hogy nem is az én szakmámhoz tartozik, hanem már egy kereskedőhez, de azt is elmagyaráztak nekem mindig. Az, hogy a tudásuk már ugye 20-30 éve megvan nekik, az nagyon látszik egyébként. Tehát, hogy én folyamatosan iszom be magamba azt a sok energiát, amit tőlük kapok, azt a szeretetet, azt a rengeteg tudást, amit ők 20 év alatt megszereztek, ami nekem 2 év alatt most már, én is azt mondhatom, hogy most már van azért itt tapasztalatom. Virág lassan 2 éve dolgozik az üzletben, és ritka lelkes munkaerő, akivel egyértelműen jól járt az üzlet. Csak ajánlani tudom ezt a munkát és ezt a szakmát mindenkinek, mert aki szeret egy kicsit beszélni, akinek van egy kicsit, nincs emberiszonya úgymond, tehát hogy bármire fel van, tehát amikor egy idegesebb vásárlóval találkozik, vagy éppen egy olyan áll, akivel végig kell viselni az egész boltot, akkor is végig tudjon vele menni, és teljesen mosolyogva ajánlogatni neki bármit, amire szüksége van. És tényleg egyébként imádom ezt a helyet egyébként, tehát hogy minden téren. Na tényleg az hogy csinálod, hogyha egy idegesebb vásárló jön, azt hogy lehet kibírni? Szerintem mindenkinek megvan most már azért, amikor ide jön ez dolgozni, azért 15-16 éves fiatal felnőttekről mondhatjuk így beszélünk, tehát azért 15 évesen meg kell lenni már az önuralom egy emberben, meg az visszafolytás, ha olyan is van, hogy azért tudni kell ezt kezelni, tehát hogy nem tudhatom, hogy mi történt vele 5 perc ezelőtt, ami nagyon rosszul érintett, én akkor is ott kell legyek vele, és mosolyogjak, és akár egy lelki támaszt, hogy elmesélhessen nekem, hogy mi történt, nem egyszer volt már én is. Hát ilyen kicsit pszichológusok is vagyunk lényegében, mert hallgatunk a Mari néni macskájáról, a kisfiáról, mindenkiről egyébként, a nagyon aranyosak, és akkor így kasszázás közben én beszélgettek velük, meg kérdezősködöm, ha látom rajta, és ők feloldódnak, és akkor így visszajönnek mindig. A jelenleg futó képzések mellett jövőre indul pénzügyi számviteli ügyintéző képzés is Bicskén, a Vajda János Technikumban. A sikernek sok összetevője van. Abban azonban mindenki egyetért, hogy az intelligencia kulcsfontosságú a boldog és sikeres élethez. Erről beszélgettünk Dorotovics Miléna pszichológussal. Köszöntöm Önöket! Mostani beszélgetésünk középpontjában az intelligencia áll. Vendégem Dorotovics Miléna pszichológus. És vele fogjuk egy kicsit földeríteni ezeknek az intelligenciának az ösvényeit bejárni, hiszen sokak még azzal sincsenek tisztában, hogy pontosan mit jelent az, hogy intelligencia. Ugye sokszor összetévesztik azzal, hogy valaki okos, és racionálisan jól tud reagálni és megoldani matematikai feladatoktól kezdve, vagy könnyen meg tud tanulni lexikális dolgokat, de azért az még nem egyenlő az intelligenciával. Igen, az intelligencia
Az az, amit a definíció elmond róla. Tehát nagyon sokféleképpen, nagyon sokféle intelligenciát azonosítottak már a kutatók. Értem ez alatt, hogy van verbális kommunikációs intelligencia, téri vizuális, logikai, matematikai, zenei, művészeti, mozgásos, és van persze személyes intelligencia, ami a érzelmi intelligencia, így a legismertebb nevén. Tehát attól függ, és ezekre mind külön speciális teszteket dolgoztak ki, tehát az intelligencia az majdnem az összes készségünknek az összessége, és attól függően, hogy mit nézünk, akkor mondhatjuk azt például, ami a leggyakrabban iskoláskorban, vagy iskoláskor előtt használnak a gyermekeknek az intelligenciának a felmérésére, az a röviden az értelem minőségének a mutatója, azaz a gondolkodást és a kognitív funkciókat méri. Nézi az emlékezetet, figyelmet, a pszichomotoros tempót, logikai érvelést, analitikus, szintetikus gondolkodást, tehát a vizuális észlelést, a hallás utáni észlelést. Tehát ami ahhoz kell, hogy megoldjunk feladatokat. És igen, kétfajta gondolkodás van. Van a konvergens gondolkodás, amit mér a teszt, ami az, amit akkor használunk, amikor van egy probléma, és egyetlen egy megoldása van rá. Tehát a kettő meg kettő, az négy. Na, ezt méri a teszt. Viszont vannak olyan problémák az életben, amihez kreativitás kell, amihez divergens gondolkodás kell, amikor van egy probléma, de több megoldás is lehetséges rá. Na, ezt az intelligencia tesztek ezt nem mérik. Uh-huh. Tehát amiről mi most beszélgetünk. Ez már az érzelmi intelligencia körébe tartozik, akár ez a több megoldásos kreatív gondolkodás? Hát, hogyha szociális készségeket néz, hogyha érzelmi dolgokat néz a teszt, akkor igen, érzelmi dolgokat, de nézheti a kreativitást is, mint részképességet. Tehát nagyon sok részképességből tevődünk össze, és attól függ, hogy mik vannak abban a bizonyos tesztben, akkor az azt méri. Nagyon sok, nagyon nagy irodalma van már annak, hogy például kiből lesz sikeres ember. És az intelligencia az mindig, és most már egyre inkább áttolódik az érzelmi intelligenciára, hogy ha valaki minél nagyobb érzelmi intelligenciával rendelkezik, azt mondják, hogy annál könnyebben eligazodik a világban, annál könnyebben teremt kapcsolatokat, és annál sikeresebb lesz. Ez igaz? Hát olyan szempontból igaz, hogy nagyon sok felnőttkori szituációnkban szükségünk van arra, hogy hatékonyan kommunikáljunk, hatékonyak legyünk a társas kapcsolatainkba, hatékonyan tudjuk magunkat kifejezni, és ez mind az érzelmi intelligenciának a része. Az, hogy kommunikálunk, tehát amit akarok mondani, azt úgy mondjam el, hogy a másik azt értse alatta, amit én mondok. Igen, ezeknek javarésze érzelmi intelligenciához köthető. Az előbb beszéltünk róla, hogy ugye, hogy milyen módon vizsgálják ezeket a készségeket. Hány éves kortól, vagy milyen időskortól, inkább ha most a csecsemőkorra is gondolok, látható, mérhető, felfedezhető, hogy mondjuk egy majdani felnőtt elég intelligense, vagy megvannak azok a készségei, amik mondjuk akár egy sikeres élethez vezetnek? Hát számtalan kutatás volt a témában. Nagy vonalakban már kevés az időnk. Azt tudom elmondani, hogy 4 éves korig mért intelligencia, az nem korrelált a felnőtt kori intelligenciával, viszont nagyon fontos alapokat tudunk megtanulni akkor. Minden életkorban más az, ami jelzőértékű lehet. Csecsemőkorban például az, hogy a érzékelése, észlelése, a mozgása milyen a csecsemőnek, mennyire érdeklődő a tárgyakért, mennyire nyúl, mennyire van kontaktban a környezetével. 2 és 4 éves kor között a kitartó konok, határozott hozzáállás, az mutat... Tehát ilyen... a DAC korszak minél erősebb, annál intelligensebb hát igen, a gyerekünk? Igen, hogyha kitartó benne, igen, akkor az mutat egy ilyen előrejelzést, később pedig már ugye a gondolkodási funkciók azok, amik mutatnak ilyen összefüggést. Uh-huh. Nagyon fontos az, hogy a szülő és a gyerek kapcsolat milyen itt is, mint a korábbi adásban beszéltünk róla. Kutatások azt mutatták, hogy a szülőknél, hát ami a leginkább korrelált a gyermeknek a későbbi intelligenciájával, és nyilván pozitív irányba, az az volt, hogyha a szülő hatékonyan éli meg az ő szülőszerepét. Tehát úgy éli meg, hogy ő hatékony a gyereknevelésben. Ez mit jelent, hogy hatékony? Hát, hogy ő úgy éli meg, hogyha ő hatékony. Tehát a szülő maga biztos a szülő szerepében, igen, illetve a gyermeki fejlődésről vannak ismeretei, van tudása. Ezt találták még a kutatók, hogy aki kicsit így utánaolvas, rálát, tudja, hogy mit várhat el a gyermektől, az is nagyon fontos. Fontos a szülői visszajelzés a gyermeknek, és nem mindig a teljesítményről
ha mondom ezt most mondjuk iskolás korba, hogy nem mindig a jegyet kell megdicsérni, hanem az odavezető utat, hogy mennyire szorgalmas, mennyire kitartó a probléma megoldás folyamatában, mennyire volt ügyes, az is nagyon sokat számít. Fontos nyilván az, hogy ingergazdag környezet vegyek körbe a gyermeket gyermekkorban, életkorának megfelelő játékok legyenek. Itt nem azt értem, hogy nagyon sok játék legyen, hanem változatosak legyenek azok a játékok. Azt találták még a kutatók, hogy az otthonon kívüli programok, tehát a család, ha elmegy, és külső programokat csinál, az is nagyon fontos. Illetve a közös étkezés, ami azért manapság egy kicsit megakadt, az is összefügg ezzel, hogy később ki mennyire intelligens, illetve hát a tápanyagnak a bevitele minősége, az természetesen ugye a szervezeti szinten fontos. A közös étkezés az miért olyan kulcsfontosságú? Nagyon sok minden zajlik a családi közös étkezéseken, amiből a gyermek tanulhat. Maga az étkezésnek az öröme, az, hogy csak arra koncentrálunk, nem nézünk tévét közben, nem játszunk, nem rohangálunk, és csak arra fókuszálunk, illetve egymásra. Ha valaki ezt kipróbálja, húzamosabb ideig, hogy odafigyel arra, hogy ezek a közös étkezések tényleg nem kell, hogy hosszúak legyenek, de akkor az minőségi együtt töltött legyen, akkor elindul egy olyan folyamat a gyerekekbe is, hogy megnyílnak. Tehát, hogy az étkezések során van egy ilyen biológiai szükségletünk, hogy együtt együnk, jobb is az étvágy ilyenkor, illetve elmondunk olyan dolgokat, amit máskor nem. És ezek fontosak, és akkor ebből tanulunk. Nem a kommunikációban fontos. Nem egyszer látni, hogy akár étteremben már egész kicsi gyereket úgy ültetnek le az asztalhoz, hogy már elé rakják a tabletet, és amíg a szülők beszélgetnek, a gyerek egy teljesen más univerzumban eszik, vagy fogyaszt. Igen, és nem fogyaszt is. Tartalmat, igen. És fogyaszt ételt is. Hogyha mondjuk valaki eddig így csinálta, de mondjuk akár látja ezt az adást, vagy utána olvas, és rájön, hogy rossz úton haladnak, és mondjuk már a gyerkőc, már mit tudom én, 6-7 éves, rá lehet szoktatni? Tehát mikor nem késő? Sose késő. Sose késő? Sose késő, mindig lehet. Tehát a családi napirendet, a hagyományoknak, a új hagyományok bevezetését, az mindig lehet. Tehát, hogy ez nem késő. És amit mondtál, hogy elérakják a tablettet, vagy a filmet, az intelligenciát, amit még találtak, és ez volt talán a legerősebb dolog a később intelligenciával, hogy mit tett a szülő, az a figyelemnek kiskorba, tehát ilyen 4 éves korig, hogy a figyelemnek a fenntartása és a kialakítása a szülő részéről. Mi ezt most átvittük sajnos a digitális világba, tehát nem mi irányítjuk és tartjuk fönt a gyermek figyelmét. Értem ez alatt, hogy egy olyan összehangolt, akár játék, akár egy háztartási tevékenység, tehát teljesen mindegy, hogy mivel kapcsolódik össze a szülő és a gyerek, de a szülőnek meg kell tanítania a gyermeknek a figyelmét fenntartani, kialakítani az érdeklődését, és a bizonyos szituációkat bemutatni, hogy kipróbálhassa magát a gyerkőc. És ezáltal fogja tudni ő majd később tartani a figyelmét, az intelligenciát, és előhívni a saját belső készségeit. Tehát akkor érdemes mondjuk a tabletet egy mesekönyvre cserélni, amit együtt olvasunk el, például az is fejlesztheti akkor ezt a fajta készséget. Még ami eszembe jutott, hogy ugye az is egy ilyen vitás kérdés, bár szerintem te erről többet tudsz, hogy az intelligenciát azt örököljük, vagy tanuljuk? Is. Milyen a százalékos elosztás? Is. Rengeteg kutatás, ikerkutatások, örökbefogadó vér szerinti gyermekeknek a vizsgálatával arra jutottak, hogy egy öröklött emberi tulajdonságról beszélünk, ami bizonyos határokon belül a tanulással, a külső környezeti, amit az előbb is elmondtam, a szülőnek az odafigyelésével befolyásolható. Tehát bizonyos határokon belül növelhető az intelligencia szint. Ehhez kell egy olyan gyermeknevelési környezet, egy olyan hozzáállás, és itt nem a szülő részéről, nem a tanítás és a korrepetálást értem, hanem az érzelmi odafigyelést, a közös játék tevékenységet és az életkornak megfelelő elvárásokban való segítést. Amit gyakran látok és nehezen engednek el a szülők, sokszor én is szülő vagyok, hogy amikor már a gyermek, tehát ugye az életkorokkal, ahogy változik a gyermek, különböző szükségletei lesznek. Illetve különböző képességekben lesz egyre ügyesebb. És nehezen tudjuk elengedni azt, amiben ő már ügyes, és már meg tudja csinálni, mi még egy picit beleragadunk. Erre próbáljunk tudatosan odafigyelni, hogy amit ő már meg tud csinálni, azt ő csinálja meg, neki legyen benne sikere,
nem azzal szeretjük, ha megcsináljuk helyette a dolgokat, hanem azzal, hogyha olyan helyzetbe rakjuk őt, ahol sikereket érhet el, büszke lehet magára, és ezáltal fog még jobban. Tehát az önállóságát kell támogatni nekünk. Igen, ez is jellemző a mai szülőkre, hogy inkább mindent megcsinálnak a gyerek helyett, míg ugye az iskolatáskát is viszik helyette, és kocsival megyünk mindenhova. Nyilván ez azért a mostani világnak a ritmusából is adódik, hiszen annyi mindennek kell megfelelni, és annyi helyen kell ott lenni időre, stb. Tehát ezt az ember érzi a bőrén. De talán most ugye, hogy jönnek az ünnepek is, talán most lesz egy kis szusszanás, és egy kicsit talán mi is le tudunk ülni a gyerekeinkkel, és oda tudunk erre is figyelni. És aztán, hát ahogy mondtad, reméljük, hogy szokássá válik sok ilyen jó szokás. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.